Jó 20 éve Amerikában él, de az utóbbi időben már jelentős részben újra itthon. És közben folyamatosan készít videókat az amerikai belpolitikáról, az ottani történésekről, de magyar nyelven azért, hogy itthon is minél jobban megismerjük az ottani politika világát. Itt a Hobbistában viszont először látjuk vendégül, érkezik István Dániel. Na megint megtörtént az, amiről mindig beszélni szoktam itt a videók elején, és nem biztos, hogy elég komolyan veszettesem, de megint letiltott egy videót a YouTube innen a csatornáról. Úgyhogy, és egy hétig nem is tudtam feltölteni, azért nem láttatok mostanában új adásokat. Szóval 45 ezeren követtek itt a YouTube-on, de oda állt a Rumble csatornán még mindig csak 7 ezeren, tehát a maradék 38 ezeret téged is, ha nem vagy a 7 ezerben, nagy szeretettel várlak, és gyere, kövess a Rumble csatornán, mert ott nincs cenzúra, nem tiltják le a videókat, mindenről lehet beszélni, mindent meg lehet nézni, eljutnak hozzád is a videók, úgyhogy gyere, vár a Rumble. Viszont most a következő napokban ömlesztve az elmaradt videókat feltöltöm ide a YouTube-ra, úgyhogy rengeteg videó meg fog jelenni egymás után, de ne itt nézd meg, hanem látod a képernyőn kiírva is a Rumble csatorna linkjét, de hogyha lent kattintasz a leírásban a linkre, akkor ott közvetlenül eljutsz ennek a videónak a teljes, cenzúrázatlan változatához is. Rumble, ott a helyünk. No migration, no gender, no war. Ezzel a felütéssel posztolta ki Orbán Viktor azt a brüsszeli konferenciát, amit majdnem be is tiltottak, de végül nem sikerült, és a miniszterelnök is felszólalt rajta. Na neked is legyen ilyen pólód. Mai vendégünk István Dániel. Amerikába szakadt hazánk fia, aki 1957. január 1-én érkezett haza, rögtön elkezdett forgatni egy szekrényt, ha valaki emlékszik erre a nagyszerű Markos Nádos jelenetre. Viccen kívül István Dániel, nem tudom, te két laki életet élsz most? Igen, jelenleg. Amerikában is, igen. Magyarországon is. Igen, beszélni magyar. Beszélni kicsit. Magyar, még egy kicsit, igen, már elfelejtett, ahogy szintén Markos Nádos. Hetem az USA-ban vagyok. Jelenetből. És egyébként nagyon érdekes videókat készítesz a nem tudom, napi politikai, világpolitikai, geopolitikai eseményekről, Amerikáról. Georg Spötle barátunk. Igen, meghívott egy párszor. Párszor meghívott, és mondta, hogy én is hívjak meg, és nagy örömmel tettem eleget ennek a vagy hát örömmel hívtalak meg, mert hogy belenéztem így a videóidba, és ugye te, hogy mondjam, szabad ember vagy. Tehát azt arról beszélsz, ami Amerikában ma már azért nagy dolog. Nem? Hát igen. És ez nagyon fura, hogy ezt mondjuk, és aki nem éli ezt a mindennapokat, az nem hiszi el, hogy persze papíron, formálisan nagyon is létezik Amerikában a szólásszabadság, és egyelőre, hogy a börtönbe még nem visznek, de a... Kanadában már igen. Kanadában igen, már egyébként már egy Trudeau, kicsit... Trudeau megszavaztatta. Igen, szóval, hogy igen. Ezek úgy tűnnek, mint ilyen abszurditások, és mondjuk ha 5 évvel ezelőtt valaki azt mondta volna, hogy Kanadában megszavaznak egy ilyen törvényt, akkor azt mondtuk, hogy te hülye vagy. És minden, és ha 10 évvel ezelőtt valaki azt mondta volna, hogy egyszer majd nem lesz egyértelmű, hogy az apa férfi, az anya nő, akkor azt mondtuk, hogy te hülye vagy. Uh-huh. Márpedig ma már ezek gondolat, gyűlölet, mindenféle bűncselekménynek minősülnek. Na de mesélj csak inkább te arról, hogy miért készítesz te videókat? Nincs jobb dolgod? 2008-2009-ben kezdtem felfigyelni erre a politikai helyzetre, és olyan előtte furcsa volt nekem. Nem érdekelt a politika. Abszolút. Miért érdekelt volna? Bocsánat, még egyen visz, lépjünk hátrébb. Te Amerikában születtél? Nem. Nem. Nem, hogy kerültél oda? Erre szoktam, azt föltem repülőt, elmentem, de úgy döntöttem 2006-7-ben, hogy én ki akarok menni aztán. Ja, olyan, ez nem olyan, persze. Nem annyira gyerekkori. Nem annyira gyerekkori. Előtt is kimoltam egy pár évet, és akkor 2008-2009 tájékán, amikor ugyebár Obamát megszavazták, ugye egy-két dolog ugyan furcsa volt számomra, ahogy elkezdtem logikusan gondolkodni, hogy nem adódik össze, hogy miért vannak háborúk, aki ott él és eljött az USA-ba, az teljesen mást mond. Tehát ilyen furcsa dolgok jöttek, és akkor szépen lassan belementem, és akkor 2011-2012-ben úgy már tényleg teljesen napi pár órát foglalkoztam vele. És akkor láttam, hogy mi történik így a nagyvilágban, meg az Egyesült Államok hogy próbálja játszani a világrendőrség szerepét, és akkor láttam, hogy a belpolitikában is milyen problémák vannak.
2011, azt mondom, és már akkor kezdtél YouTube tartalmakat gyártani? 2015-től kezdtem el, vagy 2014-től. Igen, hát a Facebookon még fönn volt egy nagyon, nagyon sok. Tehát azért az egy más világ volt. Tehát akkor nagyon sok, gondolom nagyon sok néződ is volt eleinte. Most is van, de hogy akkor persze. Még ugye nem korlátozták a nekik nem tetsző tartalmakat. Én is emlékszem, hogy a elején, 2015, amikor elkezdtem aktívan Facebookozni a migrációs ügyek kapcsán, olyan elérések jöttek, aztán YouTube az jóval később indult. Szóval az egyfelől egy aranybánya volt akkor, tehát főleg amikor el lehetett kezdeni monetizálni is, tehát bevételt szerezni a YouTube-bal, meg egy olyan érzés volt az embernek, azt hiszem Ádámnak is az első videóját, ami 500 ezeren látták még sok-sok évvel ezelőtt. Jó, de az akkor volt, amikor még senki nem csinált ilyet. Hát erről beszélünk, hát kb. 2015. Nem, az én első videóm az 18-ban a választások hát akkor, előtt. Akkor, na, képzeld, 15-ben mekkorát lehetett hasítani egy ilyen olyan politikai tartalmú videóval, amelyik így, hogy mondjam, egy kicsit a színfalak mögé néz. Na, én teljesen nem értettem az egészet, nem tudom, hogy lehet belőle pénzt csinálni. Mai napig különben nem fizet nekem, hogy ja, nem. Nem, mert politikai tartalom is levette. Úgyhogy nem, én ezt teljesen ingyenes bérmentet csinálom, csak nekem az lett furcsa, hogy az emberek abszolút nem látnak tisztán. És akkor mondtam, hogy nézzük meg erről az oldalról, hogy kezdjünk erről az irányból elindulni a politikába, hogy hát ha mégis, nem az, hogy igazam van, hogy hát ha mégis itt történnek a dolgok. És akkor hát eleinte nagyon sokan azt mondták, hogy nagyon-nagyon butaságot beszélsz, sőt, nekem családi összeveszésem is volt emiatt, és akkor szépen lassan emberek látták. Tényleg ilyen van, hogy a családban nem értik meg. Hogyne, politikában nagyon. Hát párok szétmennek az USA-ban, tehát nagyon-nagyon keményen. Hát, hogyha megnézzük, mondjuk volt Jugoszláviát, ott is azért össze családok mentek szét a háború miatt, meg a politika miatt. Hát ott ugye főleg, hogyha szerb-horvát vegyes házasság igen, volt. Igen, akkor lehetett igen. Ilyen. Na most USA-ban azt kell tudni, hogy az emberek addig nem nagyon szerettek politizálni, mert nem is politizáltak, amíg nem érte őket el a politika. De amikor már nem tudnak 2-3 nyaralást évente megcsinálni, meg fenntartani 2 autót, meg látják, hogy azért vannak problémák, meg mondjuk mit tudom én, látják, hogy választások előtt mit történnek, és Magyarországon nem látják azt, hogy az USA-ban mit történik rendszeresen 4 évente választás előtt. Tehát, hogy most megnéztek mondjuk a számítógépbe azt, hogy mondjuk 4 évvel ezelőtt mi volt pont választások előtt szinte napra vagy hétre pontosan, akkor szerintem napra vagy hétre pontosan pont káosz volt a liberális államokban. Vagy a Black Lives Matter lehetett, vagy az, amikor elfoglalták éppenséggel Washingtonban, Seattle-ben azt a pár blokkot, az antifákok. Igen, tehát ez minden 4 évvel előjön, ugyebár választás előtt, és a magyar ember az nem is koncentrál rá annyira, ez már régen volt, nem is volt, és ez minden 4 évente előjön, mindig választás előtt jön elő, mert ugyebár a választásoknál ugyebár össze lehet majd rakni, erre rá lehet építeni egy kampányt. De most nagyon nagy probléma az USA-ban, mind belpolitikában, mind külpolitikában. Tehát láthatjuk azt, hogy az USA-ban a belpolitikában mi folyik Donald Trump ellen, tehát ez rögtön ezt láthatjuk, ez egy politikai boszorkányüldözés, főleg ami történik vele, már nem tudják mi alapján igazából lekapcsolni, börtönbe tenni, és egy misdemeanor, ami igazából szabálysértésszerűség, abból kreálnak egy felonit, egy bűncselekményt, és ez alapján akarják majd őt most börtönbe tenni. És mint kiderült, a Fehérházból koordinálják azt az egészet. Tehát a kiszivárgott dokumentumok szerint Biden emberei. Persze. Hát már láttuk azt. A kompromatot. Igen, láttuk sokan azt, nem hogy tudják, de erre van egy nagyon jó kifejezés amúgy, magyarul igen. Is használják. Jogállam. Igen. Én a jogállamra igen. Gondoltam, de ugyanazt mondjuk. De ezt akkor mondd is részletesen, mert azt ugye szerintem mindenki, ha most valamit hallal, hogy a Trump ellen zajlanak ilyen eljárások, mi is szoktunk róla beszélni, politikai boszorkányüldözés, de hogy konkrétan mi az a szabálysértés, az a misdemeanor, amit megpróbálnak felfújni, hogy ez... A misdemeanor, amit ő csinálta, az tulajdonképpen az, hogy pénzt, amit felvett, hitelt, azt mondják, hogy politikai kampányra fordította, de felvette a hitelt az ingatlanjaira, de akkor az kiderült, hogy az nem is teljesen úgy volt, és akkor most már van az a neve, hogy gag order, és hogyha valaki a gag order-t megszegi, akkor az akár börtönbüntetést is kaphat. A és gag order az, hogy nem beszélhet így, ahogy mondod, nyilvánosság előtt az ügyről. Igen. Ezek a gag order, ez nagyon fontos, mert mondjuk amikor van egy... Például van egy esküdtszék, 12 ember, amikor ugyebár oda rakják. Igen, a Amerikában nem a bíró dönti el, nem a bíró igen. Ítélkezik, hanem az esküdtszék dönti el, hogy
ártatlan vagy bűnös, és az alapján a bíró szabja ki a büntetést, igen, ha itt, ki kell szabni. Igen, ez úgy van, hogy a bíró bizonyos kérdéseket feltesz, de nem ő szegi ki a büntetést, hanem ugyebár van ez a 12 ember, ezeket úgy válasszák ki régen telefonkönyvből, most össze-vissza, igen, és össze-vissza vannak. Teljes hétköznapi állampolgárok. Igen, teljesen össze-vissza vannak sorsolva. Bízom benne, hogy Trumpnál is teljesen hétköznapi állampolgárok. Biztos, New Yorkba pláne. És főleg egy nagy liberális államban. És akkor az van, hogy Trump ugyebár riposztolta azt, amit valaki már kitett a social médiáján, és ez alapján most azt mondják, hogy ő megszegte a gag order-t. Most azt tudni kell, hogy mind a bíró, mind aki az ügyet nyomozza, az mind liberális oldalon. Tehát persze, az ügyészség, igen. Igen, az mind a liberális oldalon van, sőt, valaki még Joe Biden kampányában rakott is pénzt, így persze. Van, így van, igen. És minden tanút megszólaltattak, csak mondjuk Donald Trump nem beszélhetett éppen az ügyről. És ugyebár látjuk, hogy tehát ez amióta Donald Trumpot, amikor Donald Trumpot megszavazták, az első naptól kezdve ment. Tehát az első naptól kezdve ment, volt impeachment, volt, hogy nem tudom mennyi nő fel akarta jelenteni. Tehát arról szól, hogy mindenféleképpen elhárcsolják Donald Trumpot. 30 éve korábbi történtek hirtelen. Igen, igen, igen. Na most ugye adódik az álnaív kérdés, hogy miért csinálják ezt. Nyilván azért csinálják, hogy mert félnek a demokraták attól, hogy Donald Trump ráadásul egyre népszerűbb, tehát nem csak, hogy népszerű, de most már olyan rétegekben is hasít, amely rétegek eddig stabil demokrata szavazónak bizonyultak, és most már a feketék, latinok körében persze is egyre jobban jön föl Donald Trump, tehát nagyon reális esélye van annak, hogy ismét megnyeri az elnökválasztást, és a demokraták ezt még egy Trump elnökséget úgy azt gondolják, hogy nem bírnak elviselni. Na de szóval itt a kérdés, hogy lehet Amerikában ezt megcsinálni, ezeket a kamupereket, ezeket az iszonyatos smear campaign, lejárató kampányokat. Hát tehát az igazságszolgáltatást politikai célból felhasználni. Ezt olyan országokban teszik hagyományosan, amely országokat az Egyesült Államok rendszeresen elítélt ezért a tevékenységért, teszem hozzá jogokkal. És most a legdurvább banánköztársasági módszereket alkalmazza, sőt, hát még rosszabb. Hát a pénz és a hatalom, és inkább itt a hatalomról van szó, hogy a hatalmat megtartsa ez az oldal, ez a globalista oldal. Láthatjuk azt, hogy nem volt benne igazából az, hogy Donald Trump esetleg menjen egy választást. És onnantól kezdve felgyorsultak az események. Tehát most mi nem lennénk itt, vagy nagyon sok ember nem foglalkozna politikával, hogyha 2016-ban nem nyeri meg ugyebár Trump a választást. Nagyon sok minden megváltozott, és az Egyesült Államokon belül is az emberek azt mondják, hogy végre jött valaki, aki esetleg nem abba az irányba megy, hogy más országokat rohanjunk le, hogy háborút indítsunk. És hogy lehet ez az USA-ban? Elmondok egy nagyon kicsi sztorit, és én dolgoztam egy étteremben, és bejött a szakács, ott dolgozott már 3-4-5 éve, bejött a szakács, beáll dolgozni, és elkezdett ott sütni, főzni. És egyszer csak megjelent a rendőrség, és mondja, hogy hát el kéne vinnünk a XY-t, most nem mondom a nevét, mert lelőtte a feleségét most, mielőtt eljött munkába. És akkor mondtuk, hogy hát úristen, és akkor mondta, igen, hát mi se tudtuk volna, csak hogy a nő kihívta a 911-et, és bevitték a kórházba, nem halt meg. És hát el kell most vinnünk a séfet, és akkor mondja a étteremvezető, hogy na várja, hát péntek van, hát a legnagyobb biznisz, ne vigyétek, ki fog sütni? És akkor felhívta a rendőr a főgórét, és akkor mondja a főgór, hogy jó, akkor figyelj ide, oda küldtök két rendőrt, de azt ki kell fizetni, tehát ki kell fizetni órabérbe, vagy nem tudom mibe, vagy nem tudom, $300 került, megbilincseljük a lábát, ne tudjon elrohadni, mindent lefőzi a ma estét, és akkor utána elvisszük. Tehát az USA-ban minden, ezt azért mondtam le ezt a sztorit, mert minden lehetséges. Tehát effektív embereket ki tudnak menteni, akinek nagyon sok pénze van. Ugyebár a TikTokot azt tudjuk, hogy miért akarják megszüntetni, azért, hogy mindenki visszatérjen a régi platformokhoz, ami ugyebár politikailag azért eléggé kontrollált, mint mondjuk Facebook, vagy YouTube, vagy Google, vagy ilyesmi, vagy Instagram, és mert hogy a TikTokhoz nagyon nagy erővel nyomja a fiatalokba az információt. Na most én szoktam nézni Obamáninak a TikTokját, és rendszeresen ki van írva, hogy should I run for president? Tehát oda van írva, és le is fényképezte. És mondja, hogy a béke. Szóval valami olyasmit vélek én felfedezni, hogyha az utolsó pillanatban bedobják őt, akkor ő ezt a békés dolgot fogja mondani. Igen, tehát belpolitikai, tehát azt fogják megpróbálni megetetni az emberekre, hogy jó, elég volt ebből a persze szembenállásból, akkor
ő felülemelkedik ezen, és mindenkinek békét. Közben meg ugye azt, a Bidenre is mondják, hogy az Obama harmadik ciklusa, persze, az hát lesz a negyedik. Igen, Barack hát ez... Obama negyedik ciklusa, hogyha a felesége. Igen. Az egyébként elképesztő. Ez az első naptól lehetett tudni. Olvastam, sőt, ha most megnézitek az interneten, az Amazonon fönt van különben a Michelle Obamának, hogy az első női prezident of United States. Hát fönt az van. Pont nem, 11 dollár 99-ért lehet kapni, és fent van, hogy ott hogy lesz az első női. Első, de nem női. De nem női. Minden. Tehát így még azért Hillary Clintonnak van esélye, ugye? Mert hogy ő akart lenni az első. Igen. Nő, így még azért hát lehet. A Hillary Clinton, ő legalább nő lett volna, igen, ha nem is, hogy mondjam. De nem első. Nem a legjobb fajtából. De a Michelle Obamánál ez kétség. Nem, hát ez egy városi kicsi legenda, hogy neki egy hatalmas nagy ezért. Nem is az dudorodott, amit ott láttunk. Igen, az a dudor semmi. De volt egy pali, aki előjött különben ebben a sztorival, ugyebár egy évvel ezelőtt, hogyha megnézitek, hogy a Obamával, amikor még azt hiszem szenátor volt Obama, hogy nem is tudom, amit dolgozott, akkor megismerkedett vele Chicagóban. És hát... Igen. Ha szorít, akkor hát én egy adásunkban is foglalkozunk vele. És le is tiltotta a YouTube? Azt is letiltott a YouTube, igen. Az adásunkat is. Hát, és leszopta a taxival az Obamát. Igen, és akkor ott előadták, és én meg is néztem, tehát direkt megnéztem ezt az egész komplett videót, és a Pali semmi olyan reakciót nem mutat, hogy ő most itt kapkodná a szavakat, vagy kitalálja, ne, vagy valami. Így mondja, teljesen egyenesen korrekten. Érdekes, hogy azt a videót nem szedte le a YouTube, tehát az eredetit, ahol a csávó, legalábbis akkor ez fél éve volt, hát, a miénket igen. Hát jó, de figyelj, miénket jelentették, azt meg nem. Igen, ez így szokott lenni, igen. Miért? Meg... Hát figyelj, itt Magyarországon is rendszeresen van olyan sajtómunkat, Istenem, olyan személy, aki azt mondja, hogy megkerestem a YouTube sajtóosztályát, hogy megkérdezzem, hogy mit szólnak ehhez. És akkor ez ugye, ez nem jelentésnek ez, számít. Ez virágnyelv arra, hogy feljelentettem igen, a Pestisrácokat a YouTube-nál. Igen. Nem a, még véletlenül sem Dánielnek hívják a igen illetőt, de ne, nem én véletlenül igen. Vannak. Azt tudod, hogy van egy István Dániel rádiós, persze, aki egyébként valójában István Donát, de azért István Donát, mert a harmadik neve, mert egyébként Kovács István eredendően, okay, és aztán az, ez nem egy rádiós név, én akkor kezdte, amikor én is rádióztam még javában, és akkor elmesett. Kovács István, ez így nem rádiós, akkor Kovács, kérdeztek, hogy mi a harmadik neve, Kovács István Dániel, hát akkor legyél is, Kovács István Donát, és akkor István Donátként szerepelt sokáig, aztán később inkább az ilyen. A Donát az olyan idegen valószínűleg a magyar ritka név, és akkor István Dániel. Egyébként jó srác, ügyegész. A Donát idegen? Donát az most már jó, mint vezetéknél. És akkor láthatjuk még azt, még itt a politikára egy pillanatra visszatérve, hogy belül, tehát a belső politikai rendszer az olyan szinten korrupt, és olyan szinten meg vannak vezetve az emberek, és olyan szinten már az emberek is látják azt, hogy ez egy irdatlanul korrupt rendszer, hogy nem akarnak ebbe a rendszerbe most már részt venni. És azt is láthatjuk, hogy az ukrán háború az nem így volt előre kitervelve. Tehát az ukrán háború az most úgy néz ki, hogy életben kell tartani idézőjelben Ukrajnát addig, amíg nem lesznek a választások. És ugyebár a másik oldalon megláthatjuk, hogy Putyin azt akarja, hogy a választásai be akarja bizonyítani azt, amit mondott ugyebár 2020 év elején. Szó szerint ezt mondta Putyin, hogy az Amerika Egyesült Államok adófizető állampolgárainak a pénzét, ha Joe Biden lesz az elnök, elfújta a szél. Mert ugyebár elfújta a szél, csak az Európai Uniós országoknak a adófizető pénzét is el fogja fújni a szél. Úgyhogy, és ezt látják az emberek, hogy itt tényleg problémák vannak. Tehát meg lehetett volna menteni belőle az összes hajléktalant, meg lehetett volna menteni idézőjelbe a single mother-öknek, az egyedülnevelő, aki egyedülneveli a gyereket, nők, azoknak is lehetett volna segíteni. És a liberális államokból óriási probléma van a kábítószerrel. Sőt, most azt mondják az emberek, hogy ők fizettek adót, amerikai állampolgárok, és hogy hívják a tentet magyarul? Bocsánat, sátorban laknak. Az utca másik oldalán, meg a 3-4-5 csillagos szállodában laknak a bevándorlók. Igen. Ez is érdekes, hogy miért engedik be őket, tudnék róla beszélni. Igen, de ugye itt van ezzel szemben, hogy ennek ellenére megszavazzák a demokrata vezetést. A helyi szinten is, meg állami szinten is.
Hát, ha az előző választást nézzük, akkor most már láthatjuk azt, hogy nagyon sok videó készült arról, hogy mennyi olyan ember szavazott, aki már nem él. És láthatjuk azt is, hogy az Egyesült Államokban a választási rendszer az nagyon jól megvan úgy csinálva, hogy lehet, hát befolyásolható. Tehát amikor postán kell szavazni, az már eleve egy befolyásolható rendszer, amikor nem egy nap, meg nem két nap alatt kell a választást létrehajtani, hanem két hét. Nem is szó, lehet küldözgetni, begyűjteni a szavazó cédulákat. Igen, és erről nagyon sok videó is volt, és akkor még egy dolog, hogy az USA-ban én is, amikor szavazok, ez egy nagyon érdekes dolog lesz, én is, amikor szavazok, neked meg kell mondani, hogy te republikánus vagy... Igen, regisztrált. Igen, regisztrált. Vagy lehet független is. Lehet független is, igen.